Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim, október hónapban két államilag is megtartott nemzeti ünnepünk van, az egyik az október 6-ai gyásznap, az aradi vértanúkra való emlékezés, aztán október 23-a, az 1956-os forradalomnak a kezdete és emléknapja, kiknek tiszteletére itt van a nemzetőrség néhány tagja, de közé ékelődik ennek a két nemzeti ünnepnek egy magyar vonatkozású Mária ünnep, a magyarok nagyasszonya ünnepe. Jól lehet, a kereszténység az nem nemzetekhez kötött vallás, nemzetek fölötti, hiszen Isten egyetemes jóságát Krisztus egész világra elküldő apostoli tanítását akarja visszaadni, mégis van benne minden nemzethez kötődő sajátosság is, hiszen maga Jézus is szerette nemzetét, annak pusztulását meg is iratta. Így tehát nem áll távol tőlünk, hogy amikor a Szűzmária tiszteletet, vagy akár katolikus hitünket, annak igazi lényegét keressük, meglássuk benne nemzeti vonatkozásainkat és hovatartozásunkat. Ebben a községben három olyan templom van, amelyek keresztény gyökerűek, és valamiképpen kötődnek ugye a magyarságunkhoz. Itt van az unitárius templom, akik azt mondják magukról, az unitáriusok, hogy ők az egyetlen magyar vallás. Dávid Ferenc alapítójuk 1568-ban a tordai országgyűlésen véglegesítette hittételeit. Itt vannak a református testvérek, akik sokszor el szokták mondani, hogy a magyarság megtartó erői, de hát tudjuk azt, hogy a debreceni alkotmányozó zsinat, ami hivatalos vallássá tette akkor Magyarországon a reformátusságot, az 1567-ben volt. A magyarok nagyasszonya tisztelete jól lehet, mint ünnep nem oly idős, de tartalmában Szent István királyra megy vissza. Ezt lehetne így mondani, hogy ez fölülmúlni nem lehet. Hiszen a kezdetektől, amióta nekünk államiságunk van, a magyarok nagyasszonya tisztelete bele van oltva a magyar népbe, éppen Szent István által, aki a magyar történelem vitathatatlanul a legnagyobb alakja. Azt senki föl nem tudja múlni ezer éves történelmünk folyamán. És ő adta nekünk, mint egy örökségül, a Szűzmária tiszteletet. Így ismernek bennünket szerte a világban. Názáretben van egy olyan modern bazilika, ahol az egyes nemzetek a maguk Mária ábrázolásait a falakon vagy a templomban megjelenítették. Ott lehet látni néger Szűzmáriát, ferdeszemű japán Szűzmáriát, mert mindenki a maga népéhez hasonlítja. És milyen a magyaroké? A Moldován Istváné? Szűzmária feje fölött két angyal tartja Szent István koronáját.
Ha oda valaki elmegy, már pedig oda elmennek a világból bárhonnét, mindjárt láthatják azt, hogy a magyarok Mária tisztelete a Szent István király korából való. A magyarok nagyasszonya kísérte azután végig a mi nemzetünket, példát mutatva és közben járva értünk. Mint tudjuk, október 11-ével a II. Vatikáni zsinat 50. évfordulója megnyitására emlékezve Szentatyánk meghirdette a hit évét az egész keresztény katolikus világnak, hogy erősítsük meg a hitünket, mert a hitet erősíteni kell, lápolni kell. Azt mondta Szent Pál, hogy cserépedénybe hordozzuk. Ezt mindenki érte, ezt a hasonlatot, mert a cserépedény könnyen összetörik. Tehát vigyázni kell a hitünkre. Maguk az apostolok kérték Jézust, hogy növeld a mi hitünket, mert a hitben ellankadhatunk, elfáradhatunk, mi több hitetlenné is válhatunk. A szűzanya a magyarságnak ebben is mindig példát adott, mert így mondja neki Erzsébet, amikor találkozik vele, hogy boldog vagy, mert hitted, hogy mindaz, amit Isten mondott neked, az beteljesedik. És Szűz Mária nem csak akkor hitte az Isten szavát, amikor várta Jézust, hanem hitte közbe is, hitte Jézus nyilvános működése alatt, és a legnagyobb megpróbáltatásban a kereszt alatt is hitte. Akkor is hitte, hogy az angyal szava, hogy neki adja Jézusnak, Isten Dávidnak trónját, és uralmának nem lesz vége, ő ezt akkor is hitte, bár minden ellene játszott ennek a hitnek. És a mi eleink, magyar őseink ezt a hitet vallották, és a szűzanyától erőt kaptak. Érdemes egy kicsit visszatekinteni a múltunkban. Hogyan álltunk mi a hitünkkel? Attól kezdve, amikor a kereszténység uralomra jutott az országban, végig megvolt a keresztény hit. Bár voltak mindig koppányok, manapság, mint a Szent Istvánt is azért támadnák, hogy hát miért nem hagyta, hogy a pogányság, a koppányi vonal érvényesüljön. Ha hagyta volna, akkor mi nem lennénk itt. Akkor a besenyők, meg nem tudom, más akkori népeknek a sorsára jutottunk volna. Ezt a történészek egyértelműen tanúsítják. Szent Istvánnak a nagy bölcsessége volt, már apja is elkezdte, de ő koronázta meg a keresztény hittérítésnek a gondolatát. Úgy, hogy ő maga is példát adott és mélyen meggyőződéses Krisztus követő volt. Az első évszázadok alatt egyre mélyült a keresztény hit. Nincs olyan uralkodó ház, akinek annyi szentje és boldogja lenne, mint a magyarságnak. Mert mi csak a legnagyobbakat ismerjük, Szent László, Szent Imrét, Erzsébetet, de 31-et tartanak számon, akik leszármaztak ezeknek a szent királyoknak az utódjaiként. Egyetlen egy ilyen uralkodóház nincsen. És föltehető, ahol ilyen előjárók voltak, ott a nép is azzá vált. Mert a nép az mindig fölnéz az előjáróira, követi azokat. Ezért nagyon fontos, hogy a mindenkori állami vezetők hogyan élnek, mit vallanak, mit tesznek, hogy keresztények-e. A tatár és a török harcok alatt nem csak saját létünket, hanem kereszténységünket, mi több az európai kereszténységet is védtük. Mind a két nagy támadás itt akadt el. A tatároké is, mert azok mentek volnám tovább, és a törököké is, hát hányszor indultak Bécs irányába,
és itt akadtak meg. Balassi, hogy énekelte meg? Amikor búcsúzóba volt, hogy ó, szép Magyarország, te, aki a kereszténységnek viseled pajzsát, elmenőben ezt mondja Magyarországra, hogy te, aki a kereszténységnek viseled pajzsát, védték a kereszténységet akkori eleink. Szóval a későbbi szabadságharcaink, bár már nem a kereszténység védelmét jelentették, de minden komoly nagy vezetője az akkori társadalmi megmozdulásoknak mélyen istenhívő volt. Rákóczi egyértelműen a hitben is előttünk áll. Elég csak elolvasni az emlékiratait, vagy a vallomásait, hogy milyen mélyen gyökerezett a hitben. Aztán még a 49-es vértanúk, bár akkor is a nemzeti függetlenséget védték, vagy szerették volna megtartani, de hátramaradt imáik, följegyzéseik egyértelműen bizonyítják, hogy mindegyik istenhívő volt. Egytelen egyik. Pedig akkor már a francia forradalom eszméi begyűrűztek, de mind istenhívő volt. És ezért a nemzet még mindig megmaradt a hitben. Az első világháború után, amikor még a Trianon is sújtott bennünket, hogy föl tudtunk támadni, az abból adódott, hogy még volt hite a magyar népnek. Soha nem látott módon kivirágoztak a szerzetességek, a papi hivatások. Azok csak jelek, mutatják egy nép hitének az élet erejét. És még a második világháború után is, micsoda erőteljesen őrizte ez a nép a hitét. Mindszenti herceg prímás urunk a Mária napokon nem százezreket, hanem milliós tömegeket meg tudott mozgatni. Ott voltak és imádkoztak. És jól emlékezhetnek rá az idősebbek, hogy amikor tűzzel, vassal irtották akkor még a hittant, a szülők, ha kellett, ott voltak egész nap, a két fél napba veszekedtek a kommunistává lett igazgatóval vagy tanítókkal, már pedig az ő gyereküket írassák be a hittanra. Akkor még ez volt. Aztán 1956 után valahogy ennek a népnek az immunrendszerét megtámadta egy titkos kór, ami minden szempontból fogyást eredményezett. Elkezdett fogyni a nép a legalizált abortusszal, aminek következtében úgy hozzávetőlegesen 7 millió magzat pusztult el. És vele együtt a hit is elkezdett pusztulni és elsekélyesedni, és sokan elvesztették a hitüket. Nem véletlen, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy hit élet, mert a hitnek az életre való vetülete az, hogy növekedést hoz minden szempontból, ami jó és szép. Ott, ahol hit van az emberekben, ott még a társadalom is növekszik. Lengyelország az első világháború előtt csak annyi lakossal rendelkezett, mint Magyarország. Most háromszorosa. De ott még tovább tartott a hit. Adja Isten, hogy maradjon. És itt is addig, ameddig megvolt a magyar népben a hit, addig nem volt probléma az iskolák betöltésénél. Mert a hit magával hozza az életnek az elfogadását is. Tehát így látjuk meg azt, hogy nekünk magyaroknak, ha élni akarunk,
és meg akarunk maradni, akkor meg kell erősíteni a hitünket. Gazdasági segítség szükséges, de kevés. Hát a két háború között szegény világ volt. A Trianonban kifosztott magyarság nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került. És mégis másként álltak az élethez és a mindennapokhoz. A hitnek óriási szerepe van. Ebben tanít bennünket a mi szűzanyánk. Minden szentség alkalmával szinte a hitet előfeltételezzük. Most ti kedves bérmálkozók, mielőtt megkapnátok a Szentlélek Úristen ajándékával a bérmálás szentségét, meg kell vallanatok azt a hitet, amit gyermekkorotokban vagy kicsiny pólyáskorotokban keresztszüleitek, szüleitek vallottak meg. Van egy magyar közmondás, az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Ez vonatkozik a hitre is. Ha mi ígérjük és hisszük, akkor azt meg kell tartani. Mert a hit az megkívánja, hogy megőrizzük. Szent Pál apostol öreg korában, amikor visszatekintette az életére, akkor egyetlen dolgot említ, a hitet megtartottam. Visszanézett és azt mondta, a hitet megtartottam. Tartsuk meg a mi hitünket, és a hit éve ebben is segíteni akar, hitünk mélyebb tanulmányozásával, aztán imádságokkal, és Isten kegyelmének a kérésével. Így aztán remélhetjük, hogy a megőrzött hit megtermi a gyümölcseit a mi életünkben is, megtermi a nagyobb közösségeinkben. Magyarok nagyasszonya ünnepén kérjük Szűz Máriát, hogy ő, aki példát adott, tanít bennünket, közben jár értünk, segítse ezt a népet. Mert hit nélkül elveszünk, fölmorzsolódunk és eltűnünk. De Szent István királyunk épp ezért ajánlotta az ő pártfogásába, hogy még mindig legyen egy utolsó kapaszkodónk. Ady Endre a Pócsi Mária című versébe látja a búcsúsokat, és ő, aki megjárta életében a poklokat, mert eléggé ilyen viharvert élete volt, ezt írja, amikor minden hithúr elszakad, s az emberben a barátja se hisz már, jön Mária. Hát jöjjön Szűz Mária, amikor már minden veszni látszik, hogy ez a nép megmaradhasson, és ezek a mostani új bérmálkozók hitük megvallásával, annak megtartásával erősítsék egyszerre egyházunkat és magyarságunkat. És ehhez kérjük a Szentlélek Úristen kegyelmét, hiszen ő a hitnek az adója a mi lelkünkbe, mert a hit az kegyelem, de az embernek a kegyelemmel együtt kell működnie. És a Szentlélek adja ezt a kegyelmet, a szentek közben járnak, hogy könnyebben és nyitottabban fogadjuk az Isten ajándékait. Legyen tehát a bérmálás a hitben való megerősödésnek, majd pedig a tanúságtevésnek a szentsége, hogy kedves bérmálkozók, mostantól fogva még inkább érezzétek annak felelősségét, hogy Krisztushoz és az ő egyházához tartoztok. És ez a felelősségtudat ne csak gondot, hanem
lelki békét, örömet és boldogságot is adjon életetekre. Amen.